A Mini Hungaryből most kiderül, hogyan lesz a tejsavóból kenyérre kenhető finomság. A tejsavú gyógyító szépítő erejét már az ókori görögök és rómaiak is ismerték. Egyiptomban Kleopátra egyenesen a szépség csodaszerének tartotta. A 18. században pedig az alpesi szanatóriumokban gyógyitalként ivókúraszerűen alkalmazták. A tejsavú hatását a sportolók is elismerik. Magas tápértéke mellett ugyanis növeli az izmokat. A hajdúböszörményi kis Sándornak ez utóbbira nem lehet panasza. Az izmaiban rejlő erő az Európa-bajnoki cím mellett már egy világbajnoki ezüstérmet is hozott neki. A tejsavú sokoldalúsága nem ismer határokat. A tradicionális erdélyi konyha fontos eleme. Ebből lesz a zsendice és az orda, de készülhet belőle savúméz, üdítőital, rikotta, vagy napjaink egyik tejipari újítása, a lábne is. A tejsavú a sajtgyártás mellékterméke. A fő alapanyag a tej tartálykocsikban érkezik a Köröstej Kft. Üzemébe. A gyors teszt után indul az átvétel, majd a fölözés és a pasztőrözés következik. A beállított tejet a sajtangba engedik, ahol előbb kultúrázzák, majd beoltják. Miután a tej megaludt, felvágják az alvadékot. A tejben rejtőző savó először ekkor mutatja meg magát, hiszen a gomolya az enzimek a hő és a keverés hatására savóra és sajtszemcsékre válik szét. A savó egy részét leengedik, majd kihevítés után a gomolyát a présbe szivattyúzzák. Miközben a préslap tovább tömöríti a készülő sajtot, kinyerik belőle az összes savót. 10.000 liter tejből 1.000 kg sajt lesz, 90%-a tehát 9.000 liter a tejsavú. A sajt és a savú útjai ezzel szétválnak. A savút egy puffer tartályba gyűjtik, ahol egy porszűrővel minden alvadék szemcsét eltávolítanak belőle. Kezdődhet a fölözés. Ebben a gépben választják le a zsírt a savúról. Újabb pasztőrözés következik. A savút hőkezelik, majd 80.000 literes silókban tárolják be. Indulhat az ultraszűrés. A három fokozatú szűrőben apró membránok állják útját a savú fehérje részecskéknek. A második fokozatban már csak a permeátum megy tovább, amiből útközben kivonják a tejcukrot. Utolsóként az ásványi anyagokat is kinyerik, így a végére a tejsavóból már csak víz marad. Az ultraszűrő óránként 10-12 ezer liter savóval bír el. A koncentrátum töménységétől függően 10 ezer liter tejből 500-2500 liter koncentrátum készül. 75-95%-a permeátum. A fehérje koncentrátumhoz a keverő tartályban tejszint kevernek, így lesz 15-18%-os a zsírtartalma. A homogénezés és a pasztőrözés után kultúra kerül bele, amitől a keverék néhány óra alatt megsavanyodik. Titkos kombináció és mennyiség szerint beleteszik a többi hozzávalót is. A sajt krémes állagát az adalékanyagok mellett a főzésnek köszönheti, ömlesztő sút egyáltalán nem használnak. A belekevert alapanyag ezen a kapart falú hőcserélő rendszeren megy végig. Azért nevezik kapart falúnak, mert belül egy műanyag kés forog, így a sajt nem tud rátapadni a forró cső belsejére. A sajt innen zárt rendszeren keresztül halad tovább. Az adagoló mesés egy szerkezet, akár egy hétfejű sárkány, hét műveletet hajt végre egy időben, és tűzből sem szenved hiányt. A dobozok párosával érkeznek a forgóasztalra. A gép a beállított mennyiség alapján adagolja a sajtot. Bár illata incsiklandozó, hőmérséklete még kissé tüzes. A tégelyekbe ugyanis 80 fokosan érkezik. A gép nem aprózza el, egyszerre két doboz tölt meg. A fedőfólia oszlopokban rakva várja a bevetést, miután rákerült a tégely tetejére, a gép sütő pofája ráhegeszti. Sorakoznak a műanyag, vagy más néven a koronás fedelek is. Ezzel a sajt felölti teljes bolti ruhatárát. Az adagoló-csomagológép tempójára sem lehet panasz. Egy nap alatt 5 tonna sajtot képes legyártani, ez napi 20 ezer tégely sajtot jelent. Egy napi gyártásból Keszthely minden egyes lakójának jutna egy-egy dobozzal.
Fontos állomás következik, a jelölés. A dobozra a szavatossági idő mellett a gyártás időpontját is rányomtatják, így bármikor visszakövethető a termék útja. A tejszínes krémsajtot ezután kartonokba rakják, és a hűtött raktárban egy napig pihentetik. Krémes állaga ez idő alatt alakul ki. A minőség ellenőrzése a tej beérkezésétől kezdve folyamatosan végigkíséri a gyártást, több tucatnyi alkalommal vizsgálják meg. 10 óraiból és uzsonnából ebben az üzemben nincs hiány, az érzékszervi ellenőrzés ugyanis sohasem maradhat el. A savúfehérjéből készült sajt joggal tarthat számot az őt megillető helyre, az egészséges étrend dobogóján. Magas a B1, B2, B6 és C vitamin tartalma, gazdag aminósavakban és antioxidánsokban, jótékony hatással van a bélflórára és könnyen is emészthető. Ízletes innováció.